Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket, én Molenszki Szanya vagyok, a képernyő bal oldalán pedig Szentes Robert, Isten hozott Robi ismét, örülök, hogy láttak. Az előző videóinkban kitárgyaltuk a párkapcsolatok témakörét, és van egy nagyon másik fontos reláció az életünkben, vagyis több is, azok a szülő-gyerek kapcsolataink, illetve a családi kapcsolataink. Mert hogy a szüleinkkel, testvéreinkkel, gyerekeinkkel való kötődéseink, vagy éppen azoknak a hiánya és a sérülése számítanak a legmeghatározóbb emberi kapcsolatoknak az életünk során. Ha szerencsénk van, jelenlétük csupa szeretet és támogatás lesz. Az általános pszichológia és spirituális tapasztalat viszont azt mutatja, hogy általuk kapjuk a legnehezebb fejlődési lehetőségeket. A szüleinkkel való viszonyunk meghatározza kötődési mintáinkat, az ő egymással való viszonyuk pedig saját párválasztásainkra is kihatással lesz. Később aztán saját gyerekeinkkel hajlamosak leszünk ugyanazokat a hibákat elkövetni, amiket a szüleink velünk szemben is elkövettek, hiába határozzuk el, hogy már pedig mi mások leszünk, mint a szüleink. Ez a beszélgetés akkor szóljon arról, hogy hogyan lehet magas tudatossági szinten keresztül tekinteni a családi kapcsolatainkat, és hogyan tudjuk ennek megfelelően a lehető legjobbat kihozni a saját fejlődésünk számára ezen emberi kapcsolatainkból. Nekem úgy tűnik, hogy a képlet a következő, és Javicski, Robi, hogyha tévedek, szüleink, vagy leszületésünk előtt kiválasztjuk a szüleinket, meg a családot, ahová leszeretnénk születni, mert úgy látjuk, hogy ez fogja leginkább megpiszkálni a szükséges tapasztalásunkat, és elősegíteni a fejlődésünket. Ehhez tőled már megtanulhattuk, hogy megkötjük a lélek szerződéseinket. Aztán leszületünk, és a felnőttkori leválásunkig a szüleink és a családunk számtalan sok sebet fog ejteni rajtunk, amelyek által tele leszünk traumákkal, elfolytásokkal, komplexusokkal, és ezeket mindenféle kompenzációs viselkedéseken keresztül fogunk igyekezni kiegyensúlyozni. A nekünk okozott károkért ugyan nem mi vagyunk a felelősek, zárójelben hozzátéve, hogy a lélek szintjén azért mégiscsak mi szerettük volna, de utána az egész életünk mégiscsak arról szól, hogy próbáljuk ezeket a sebeket begyógyítani jobb esetben, rosszabb esetben viszont takargatjuk és rejtegetjük őket, bízva abban, hogy egyszer talán majd elmúlik a sajgás. Mert hogy a gyógyulásunkért a felelősek ugyanis már mi magunk vagyunk. Azt mondtad korábban már többször, Robi, hogy szüleinkkel vice versa tanítani jövünk egymást. Meddig áll fenn ez a tanítási kötelezettségünk? Van a lélekszerződésünknek egyetemben lejárat ideje? Most a következőre gondolok csak, hogy így érthető legyen. Tehát ha például felnőttként rájövünk arra, hogy a szüleink nincsenek jó hatással ránk, mert mondjuk bántalmazóak, vagy manipulatívak, energialámpadok, vagy egyszerűen nem képesek elfogadni azt, akik mi vagyunk, és egy teljesen más bőrt szeretnének ránk húzni, akkor felelősek vagyunk azért, hogy ez a kapcsolat fennmaradjon. Meg kellett tennünk mindent azért, hogy a kapcsolat működjön. Vagy mondhatjuk azt, hogy ez az én életem, az én boldogságom, az én választásom, és nincs szükségem olyan emberekre az életemben, akikkel rosszul érzem magam, csak akkor sem, hogyha ők a vér szerinti családom. Magyarul feltétlenül negatív következményeket vonja maga után, ha valaki megszakítja a kapcsolatot a szüleivel vagy a családjával, vagy lehet, hogy éppen ez az a fejlődési szint, amit meg kell ugrania, mert például azt mondja, hogy hogyan húzza meg a határait. Ez most jó sok kérdés volt egyszerre, tudom, de te vagy a Robi, hogy te fogsz el tudni beszélni. Oké. Szia. Hú. A család az egy nagyon komplex, egy csomag. Van a fizikai családunk, természetesen, amiről mi tudunk, és van a lélek szintű családunk. Most a több ezer éve tartó családi fogalom az omlik szét, vagy oszlik szét, és egyre inkább megyünk át egy lélek-családi fogalomba, de nem tudunk addig, vagy nem tudjuk ezt a lépést megtenni, amíg fel nem dolgozzuk a fizikai családdal a karmánkat. Nagyon jókat kérdeztél, ugye az volt, hogy fel tudjuk ezt a lélek szerződést oszlatni, megsemmisíteni? A válasz, hogy igen. Tehát a lélekszerződésbe beleírtuk azt, hogy ez meg ez lesz, ha már eljutok erre a szintre, akkor te kérlek, tudod, szóljál be, akkor én behisztizek, és akkor tudod, így tovább. Tehát igazán egy színpad.
Én már téptem össze lélekszerződéseket. Tehát vannak olyan hipnotikus meditációk, meg olyan hipnotikus gyakorlatok, ahol a lélekszerződést meg lehet semmisíteni. Ebben ez arról szól, hogy a mentális gyakorlatban a másikkal szembeszállunk, miután megoldottunk egy csomó traumát, meg bennünk lévő konfliktust, és azt mondjuk szimplán, hogy figyú, megpróbáltuk, így sikerült, köszönöm az eddigi közreműködést, de innentől kezdve nincs ehhez már kedvem. Elengedlek szeretettel, megsemmisítem, összetépem a lélekszerződést. És összetépjük ebben a theta hipnotikus transz állapotban, és azzal az elménken keresztül megsemmisül a lélekszerződés. Az a két ember között. Na most, ettől még a karma nincs feloldva. Akkor jön egy újabb szereplő. Hát te ki vagy? Hát azt hittem, hogy ez az energia már fel lett oldva. Hát most én vagyok a Rozi. Tudod, anyádat már ezért elengedted, most akkor belépek én az életedbe, mert te a karma kerekéről még nem szálltál le. És azért kell nagyon precízen ismerni ezeket az oldási technikákat és a logikákat, és nem futni és menekülni a kihívások elől, mert ideje korán megsemmisítünk egy lélekszerződést, és utána egy olyan karmát teremtünk, amit egy teljesen más logikával tudunk csak feloldani. Én mindig mondtam, hogy mindenre van megoldás, de eszméletlen észnél kell lenni. Ez a lényeg, észnél kell lenni. Ha megnézzük egy kicsit egy magasabb szintről, akkor minden okkal van. Azt hiszem, hogy ez elég logikus, csak nem tudjuk az okát. Nem tudjuk a logikáját, és akkor az egónk, lassan, hogy ilyen szívószálon keresztül láttatja, vagy nézeti velünk a világot. És mire elég kicsi aspektusát látjuk csak, ezért vagyunk ilyen mérgesek, ezért vagyunk frusztráltak. Hát, te tudod, már ezerszer mondtam anyámnak, hogy tudod, ne ezt csinálj, de mindig csinálja. És az a lényeg, majd az interjúnknak a későbbi szakaszán majd mondok még egy-két ilyen nagyon érdekes, magas síkú, de fontos információt, hogy ez a család igazán ez mit tesz velünk, mi a szerepük, és hogy ez az új világban ez hogy fog megváltozni. Aki, most nézem a kérdés között, mert én is jegyzeteltem, tudod, hogy ne hagyjak ki semmit, hogy ami minket a másikba bánt, az bennünk van egy elvarratlan, integrálatlan aspektusunk. Oké, na most ezt ott beszéltünk az árnyvilágról, emögött van még a hiedelemvilág, ez ott van a kvantumenergetika, tehát van egy csomó más szoba még ebben a házban, ahova még be se tettük a lábunkat, tehát azokat is meg kell ismernünk, de az a lényeg, hogy a szüleink mi vagyunk egy paralel idősíkon a múltban, tehát ami bennük nem tetszik nekünk, azt magunkban meg kell gyógyítani, mert azok a mi elvaratlan, befejezetlen történeteink és a hiányosságaink. A múltkori beszélgetésünkben beszéltünk a bántalmazó kapcsolatokról, és nagyon sok szülő bántalmazza a gyerekét. A legtöbb ember ilyenkor azt mondja, hogy azért, mert én voltam az anya, én is őt elklofoltam, és jaj, most jön vissza a karma. Nem feltétlenül. Nagyon sok szinten van logika. Majd amikor odaérünk a testvérekhez, gyerekekhez, akkor adok még plusz választ, de a szülőkkel való konfliktus mögött, vagy a fölött nagyon fontos tudni még valamit. És az, hogy az anyu, az nem csak anyu, hanem a női energia reprezentatívja bennünk. Apu ugyanez a férfi energiával való tehát a képviselője bennünk. Tehát amikor anyura haragszunk, nagyon sok klienssel dolgoztam, és nekem is volt rengeteg neheztelésem, azt hiszem, hogy ez kell, meg ez tipikus, csak tudni kell azt, hogy anyura haragudni az egy dolog, de ezáltal a háttérbe haragszunk a pénzre, haragszunk a női energiára, haragszunk az érzelemvilágunkra, és lehetetlené tesszük a gyógyulást. Tehát anyu csak egy szimbólum. Apu, mikor ráharagszunk, akkor az a logikus részünk, a férfias részünk, a férfivel való kapcsolatunk,
És egy üzleti, egy biznisz aspektusunk, hogyha az sérült, akkor nem fog menni valamilyen szinten egy bizonyos szint felett a biznisz. Tehát nagyon érdekes, hogyha tényleg rá tudunk érezni, hogy apu, anyu, de az energetikák, a yin-yang energetikáknak is egy nagyon fontos képviselői. Amikor valaki haragszik, mondjuk mindegy, melyik szülőjére, mondjuk az anyukájára, akkor a saját, vagy az ő magában lévő női aspektussal is harcban lesz? El fogja utasítani, el fogja folytani, nem fogja elfogadni? Tehát, hogy gondolok itt most az animus animára, tehát a bennünk élő férfi-női oldalra, vagy pólusra, energetikára, és amikor mondjuk én valamelyik szülőmmel harcban állok belül, tehát haragszom rá, vagy mint feloldatlan traumáim vannak, akkor az eredményezheti azt, hogy a bennem lévő azon női vagy férfi aspektussal is mondjuk diszharmóniában leszek. Igen, tehát tudod, ez ilyen 50-50, és adok mind a kettő egy példát. Nagyon sok ember már volt utaztatáson, múlt életbeli utaztatáson, és akkor vannak ilyen szerepcserék. Ebben az életben, tudod, én voltam az anyuka, hát kicsit elszúrtam, ne haragudj, de se baj, tudod, következő életben váltunk, te lesz az anyuka, én leszek a gyermekedés utána majd a karmán, meg ezen a balanszos egyenleten keresztül megtanuljuk. Amikor, ugye mondjuk, hogy a női energiával van gondunk, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mi rossz anyák voltunk. Az nem jelenti az, hogy nem figyeltünk oda a gyermekünkre, hanem jelent egy olyat is, ami például a szívtörés traumáját jelzi. Nagyon sok férfi retteg a női elutasítástól. Ugye a nő választ, anyaföld, anyatermészet, a nő, ez az anyai energia, ez választ, és nagyon sok férfi, akinek a szíve össze van törve, amúgy mindenkinek rongyá van törve, tehát azért kell meg, ez egy 20 lépéses folyamat, az lehet, ez a férfi, hogy úgy néz erre a nőre, hogy nagyon-nagyon óvatos és fél tőle, mert fél az elutasítástól. Ezáltal a női oldala sérült, vagy tudod, tehát nincs igazán ez az a tipikus történet, hogy ő rossz anya volt, és akkor most szerepcsere van, meg tudod, ez a típusú valami, hanem egyszerűen van, az univerzum fel szeretné hívni ennek a férfinek a figyelmét, hogy itt te fedezd fel ezt a típusú traumát. Ami érdekes. És akkor ezt a nő, ugye mivel ő azért egy elég domináns, egy szelektor, tehát egy ilyen választó erő, ő jön be, fölvállalkozott a szerepre, hogy most ő a rossz zsaru, és azt mondja nek a srácok, hogy bocsi, nem. És akkor a srácnak meg az a dolga, hogy elkezdjen kutatni, hogy a benne lévő rossz érzés miért jött, honnan jön, mit jelent, mik az eredetei, és azokat kell meggyógyítani. Így már értem, köszönöm. Visszakanyarod egy icike-picikét még az előző kérdéseinkhez, ugye itt a lélekszerződéshez valahogy ez izgat ki nagyon a fantáziámat. Ugye azt mondtad, hogy igen, az lehetséges, vagy hát nálad előfordult, hogy hipnózisban tudtál lélekszerződést bontani. Na de mondjuk erre nem biztos, hogy mindenkinek lesz lehetősége, és ezért ugye ezért izgat az a kérdés egészen pontosan, hogy a lélekszerződésünknek van-e lejárati ideje, mondjuk így az inkarnáción belül? Tehát lejövünk, leszületünk, akkor pofozgatjuk egymást, tanítgatjuk egymást, és van egy olyan pont, hogy jó, akkor az a szerződés lejár, és mindenki megy tovább, akkor is, hogyha nem tanították meg egymást, vagy csak akkor tud lejárni, ha már megtanították egymást, vagy soha nem jár le, mert ameddig a két fél közül valaki él, addig az a szerződés az tart. Lejár, hogyha tényleg megoldunk mindent benne. De a lejárat nem azt jelenti, hogy a kapcsolatnak vége, hanem megszűnik ez a tanítás, tanító, tudod, felállítás. És nagyon érdekes, mikor én ezen átmentem amúgy, nagyon érdekes belülről tapasztalni, olyan érzés, hogy
Ránéz a másikra, azt mondta, hogy na, innentől kell, vagy hova innen? Egy ilyen nagyon nagy érdekes ilyen üresség jön az emberre, ettől a másik, amíg tök jóba vagyunk, csak ez a vége. Vége, tehát érzed, hogy végállomás, te kell szállni a vonatról. És akkor leszállsz a vonatról, és ha a következő lépések nincsenek megbeszélve, vagy tudod eldöntve, akkor ott meg kell hozni a következő lépéseket. Ez nem azt jelenti, hogy a kapcsolatnak vége van, hanem ott a két félnek olyan döntéseket kell hozni, ami meghatározza a sorsukat. Tehát brutál iskola ez a föld. Tehát ez tényleg, én átmentem olyan sok millió, és amúgy nagyon bátor voltam. Nem vagyok ez alól, csak bátor, tudod? És olyan dolgokat kipróbáltam, hogy utána meg alig győztem kapaszkodni, visszaállítani. Tehát tudom, hogy lehet az útról letérni, hogy lehet korrigálni, meg hogy mi történik a kvantum idősíkokon, hogyha ezt meg ezt csináljuk. De a lélekszerződésnek nagyon sok aspektusa is van. És attól függ, hogy kivel vagyunk kapcsolatban, kivel lépünk kapcsolatban, kivel tartjuk a kapcsolatot, még vannak már kielégített, de még kielégítetlen lépések. Egy olyan, mint egy doktori disszertáció. Csak annyira el van bújtatva, és számisztikailag van bekódolva, hogy bizonyos segítőeszk vagy segélyeszközök nélkül az életben nem fogjuk tudni kísérletizálni. Tehát nincs az a mély transz állapot, meg hipnózis, meg ayahuasca, meg ilyen, ahol ez lejön. Nem jön le. Tehát vannak olyan dolgok, amit tudom itt, hogy 5-10%-ot az ember le tud tölteni, a többit meg precízen, tényleg tanulni kell. Ezt én is utána, én is azt hittem, hogy már mindent tudok, aztán rájöttem, hogy utána megnyílt a kvantumtér, és utána fölmentem a hegyre, és rengeteg doktortól tanultam, és évekig tátva volt a szám. Olyan variáció is van, most tényleg jutnak az eszembe, hogy feltétlenül térben és időben együtt kell lennünk, vagy közeli kapcsolatban kell lennünk, vagy napi kapcsolatban, vagy rendszeresen beszélni valakivel ahhoz, hogy ez a lélekszerződés, vagy az általa bevállalt tanítás az érvényre tudjon jutni. Most konkrét példát mondok, hogy érthető legyen. Tehát nem lehet-e úgy is mondjuk tanítani, hogy az ember mondjuk fogja magát és elválik, vagy kiszáll a kapcsolatból, vagy tesz valamit, ami miatt ugye maga a kapcsolata szét fog menni, és akkor már térben, időben már nem leszünk egymás mellett, de az a hatás, ami mondjuk ott marad bennem, vagy ott hagytam a másikban azáltal, hogy szétmentünk, az nem fogja tudni kiváltani azt a tanulást, amire azt a lélekszerződést megkötöttük. De meg tudja. Tehát múltkor is, mikor beszéltük ezt, hogy néha el kell egy kapcsolatot hagyni, néha ki kell szállni, sőt, nagyon sokszor. És pont ennek a kiszállásnak is van egy nagyon komoly stratégia jelentése. Tudod, a régi egóvilágban, ebben az invertált egóvilágában nagyon minimális információ állt az emberek rendelkezésére, hogy kell kezelni egy kapcsolatot. Amikor ő ezt csinálja, ez mit jelent? Ez hogy kell dekódolni? Ez mit jelent ránk vetítve? És amikor egy kapcsolatnak véget vetünk, azon a fájdalmon keresztül, persze a lélek fent röhög, mert tudja, tudod, csak mi nekünk a fizikai síkon, tudod, cirkuszolunk, és azon keresztül, ez a lépésen keresztül toljuk ki ezt a megrekedt kényelmi zónából az embert ahhoz, hogy elkezdhessen másképp gondolkodni. Amíg benne vagyunk bizonyos szituációkban, kapcsolatokban, nem látjuk a fától az erdőt. És a régi gondolkodásmód annyira torzult volt, és annyira sok sebünk volt, több tíz, meg százezer traumánk, meg sebünk, hogy nem hallottuk a finom, intuitív hangokat. A jelzés az nem a válás volt, hanem volt mellette több tízezer, ez a hello, mondhatok valami, hagyjam, és figyelmen kívül hagytunk rengeteg jelzést, ez ment évtizedekig, és akkor bejön a vállás, és az univerzum ezt mind úgy irányítja felülről rajtunk keresztül, hogy még akkor is, hogyha olyan logikátlanak tűnünk, mi kimondunk dolgokat, mi cselekszünk dolgokat azért, hogy magunkon és a másikon segítsünk. Ez egy nagyon kemény iskola, de tényleg, ahogy a Shakespeare is mondta, az egész világ egy színpad, és hogyha mi tudunk a saját életünknek így a nézői lenni, és minden szereplőt értékelni, méltányolni, és megtanulni,
azokat a fontos üzeneteket, amiket ők képviselnek, akkor nem cirkuszolnak, akkor tudnánk igazán szeretetben élni. Meddig terjed ki a felelősségünk, és pontosan mi a felelősségünk a szüleink, majd később a gyerekeink felé spirituális szempontból? Ez megint a lélekszerződéstől függ, és onnan tudod, persze ez megint egy bújtatott, egy láthatatlan része az életünknek, onnan tudod, hogy ki van elégítve ez a lélekszerződésnek, ez a szakasz, ez a része, hogy igazán békében vagy azzal az emberrel. Nem érzed, hogy mulasztottál valamit, nem érzel, hogy neheztelsz, nincs szomorúság, hanem ez a nyugodt, ez a lelki béke van. Nagyon kevés ember ment le igazán a mélyre az óceánnak, az elmei óceánnak. Mert nagyon könnyű félreértelmezni ezt a lelki békét. Rengeteg ember azt mondja, hogy én már megbocsájtottam, ez nem lelki béke. Ez egy hárítás. Tudod? Tehát a lelki béke az 1 millió lépés után. Vagy azt mondja, figyelj, már átmentem több ezer technikán, meg lépésen, és most tényleg elértem azt a pontot, hogy már látom a szükségességét, már hálás vagyok azért, amit ő adott, és tényleg a szikrája nincs a szomorúságnak, a neheztelésnek, ezeknek a dolgoknak. És ezt azért mondom, mert nagyon nehéz ide eljutni. Én is tudom, dolgozom sok a klienssel, plusz én voltam magam legjobb kliense, hogy én azt hittem, hogy már elengedtem, és akkor egyszer csak valahogy ilyen kacifántos utamodon újra fellángol az a valami, és nem, ez most mi? És utána alámegyünk, és akkor elkezdjük nézni, és akkor feljön egy újabb aspektus. Jó? Tehát mi a felelősségünk? Igazándiból az a felelősségünk, hogy az érzelemvilágunkat mindig tartsuk szem előtt, ahol valami negatív érzelem jön fel, amit mi negatívnak titulálunk, amögött van üzenet, az üzenet arról szól, hogy gyógyítsd meg, vagy magad, vagy a másikat, vagy mind a kettőt, ezáltal a rezgés fölmegy, és utána mondhatunk búcsút, úgyhogy ez már nem fájó, hanem egy felvonásnak a vége. Ja. Nem esett még szó igazából eddig a testvérekről, amik végülis mégiscsak egy nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be az életünkben, hiszen együtt megyünk fel velük, és hát sok minden meghatároznak, például a testvérlerssengés, féltékenység, stb. Sok köztorít hallottam már én is. Milyen szerepet töltenek be a testvéreink spirituális szempontból az életünkben? A régi fizikai család az úgy volt, meg van tervezve, hogy rengeteg archetípus létezik bennük. Több tucat archetípus van, tehát ezek az archetípusok, ezek ilyen szerepek, fő szerepek. Ez a lényeg, ez a fő szerep. Az egyik ebből a hős. Tudod, játsszuk a hőst. Majd én, tudod. És akkor ezeken a szerepeken keresztül, mikor már integráltuk, akkor felül tudunk kerekedni ennek a családi szándékos konfliktusnak. Elmondom így az alap archetípusokat. 5 domináns archetípus van egy családban, az egyik az a hős, és mindjárt beszélek egy picit róla. A másik a bűnbak, vagy a fekete bárány, ezek a csillagmagok. A harmadik az az elveszett gyerek, azaz a zárva gyerek. A negyedik az a vicceskedő, azaz a bohóc. És az ötödik pedig a mártír, azaz a vértanú. És mindegyik családban mindegyik szerep ott van. Az a kérdés, hogy melyikek vagyunk mi, azaz mi hol tartunk. És ahogy anyuval, apuval, kollégákkal, főnököket, a világa, amikor van valamiféle diszonanciánk, a családon belül van egy teljesen más rétegű diszonancia, szándékosan, és az a lényeg, hogy minden fázison, minden ilyen archetípuson menjünk át és gyógyítsuk meg. Amikor meggyógyítjuk, a család, mint eredeti felett, vagy szükségtelenné válik. Azaz, békébe leszünk velük. És az a nagyon érdekes dolog, hogy egy magasabb szintről, igazán magas szintről másképp
folyik a dolog, mint ahogy azt mi látjuk. Tudod, az egós szívószálas keresztül nézzük a világot, hát tehát, akkor megvan a magunk szövegkörnyezete. Minden rólunk szól, és nem minden személy ezen a világon egy főszereplő. Vannak mellékszereplők. És az történik, hogy a főszereplőnek, főszereplőknek, neked, nekem, a csillagoknak olyan erős személyiségük van, hogyha minket beengednek egy szobába, mi kinyírtuk volna egymást. Tudod? Na, te hogy merész az ilyet mondani? Hát milyen tiszteletet várod el? És fölvettük a családot, meg ők beleegyeztek ebbe, hogy ők akkor beválnak egy magasabb szinten egy ilyen önfeláldozó szerepet, amin keresztül minket taníthatnak, tükröt tartanak, stb., de legalább a csillagmagok egymást nem nyírják ki. És akkor utána ugye minden archetípuson belül, ahogy megyünk át rajta, meg kell tanulni annak a pszichológiáját. Ez az öt archetípuson felül van egy nagyobb rész, ahol még több archetípus van, tehát erről beszéltünk, ott nagyon sok történet folyik, csak olyan sok ez a Matyóska baba, hogy mi mindig csak azt a pici aspektusunkat látjuk, és ez azért van, mert még az aspektus még gyógyulatlan. És mindenképp integráltabbak és gyógyultabbak leszünk, annál kevésbé érezzük magunkat megrekedve, annál inkább rálátunk a nagyobb babára, a nagyobb üzenetre, a nagyobb kihívásra sokszor, és amikor azt gyógyítjuk, az egész világ átmegy egy ilyen ellenségből egy baráttá. Szerinted betűzzem a pár ilyen elmagyarázatot, vagy a magyarázatot az öt archetípusra? Mindenképpen. Az idebe, oké. Igen. Én kijegyzeteltem magamnak, hogy ugye magyarul ezt angolul tanítom, tehát van a hős, és akkor mindegyikünkben megvan minden. Tehát ahhoz, hogy igazán talpra esett, meg integrált csillagmagok legyünk, mind az ötön át kell menni nagyon precízen. Tehát a hős az a bátor, viszont neki mindig igaza van, vagy igaza kell, hogy legyen. És általában ezt tudják, hogy overachievers, tehát akik túl teljesítenek, szeretnek túl teljesíteni, általában a perfekcionizmus, ez az ötödik ősi sebünknek a jele, emlékszel? Igen. Ez onnan jön, hogy gyerekkorban a teljesítményünket bírálták, és most azzal kompenzálunk, hogy mindent tökéletesen kell csinálni, viszont ez az élet célunk útjába áll, tehát azért kell integrálni, hogy ebből a mintából kilépjünk. Akkor jön a másik, az a bűnbak, vagy a fekete bárány. Na most ezzel nagyon könnyű azonosulni. Hát nem ért engem meg a családom, és az a kérdés, te megérted a családodat? Te tudod, nem a viselkedés kell megérteni, hanem ezeket az archetípusú háttérprogramokat. Ez a black sheep, ez a fekete bárány, és ez pont a hősnek az ellentétje, és ami nagyon érdekes, így persze olvasom, csak egy kiemelk egy-két ötletet, mert tényleg nagyon fontos ráismerni mintára, hogy ez a bűnbak, nek nagyon kicsi motiváció van arra, hogy sikeret vállaljon be, mert már úgy érzi magát, mint egy kuda, vagy már kudarcot vallottnak érzi magát. És ugye a kudarcnak is van egy pszichológiája, a kicsi motivációnak is van pszichológiája, a bűnbaknak, és akkor ez az áldozati szerep. Oké, mindegyiknek persze van egy pozitív oldala is, de ez volt a második. Ők az út elhagyók, itt mindig másik ösvényen mennek, mint a többiek. Ugye, a fekete bárány, aki mindig másképp gondolkodik, aki a tömeggel szemben megy. Másképp gondolkodik, meg van egy ilyen áldozati szerepe, tehát igazán ő valamilyen szinten energetikai ütlegelést vállalt be. Uh-huh. Ő a szerencsétlen. Uh-huh. Ő a szegény, a megfosztott. Ezek mind árnyak, a szerencsétlen, a megfosztott. Tudod? Tehát azt mondom, hogy mindegyik rétegünk egy komoly csomag, de mikor már tudod, akkor már látod, hogy a megoldás azokban a finom részletekben van. Ezt is integrálod, azt is integrálod, ennek megtanod a pszichológiát, uh-huh. tudod? És akkor uh-huh. mész úgy egyre előrébb, hogy már nem haragszol,
nehogy is, nem mondom azt, hogy te, hogy éppen most te játszod, vagy én játszom ezt a bűnbakot, minden nyájunk ezt már lejátszotta. Uh-huh. Tehát ez tud, hogy az óvodát elvégeztük, utána az általános jön, tehát ezek fontos lépcsőfokok, de ha minket irítál, akkor az gyógyulatlan bennünk, vagy mi azt a fázist sikertelenül fejeztük be, tehát befejezetlen. És akkor azt tudod, befejezzük. És akkor a harmadik, a családi archetípusból az az árva gyerek, az elveszett gyermek. Tudod, ez amikor mi úgy érezzük, hogy nem vagyunk elegek, nem vagyunk elég jók, innen kicsit belefolyik az elhagyatottsági trauma, hogy úgy érezzük, hogy mi egy ilyen teher vagyunk a családnak. Uh-huh. Ez is egy önfeláldozó szerep, hát akkor figyeljet, hogyha én ennyire útban vagyok, akkor én összepakolok és elmegyek, csak azért, hogy nektek jó legyen. Tudod, ezt mégis még komolyan gondoljuk, én is komolyan gondoltam. Elhúztam a világ másik felére, azt mondtam, hogy hát ez semmit nem oldott meg, tudod, ez a térkép nélkül mentünk el otthonról, de ez egy archetípus, ezt le kell játszani. Uh-huh. És ez az árva gyerek, erről csináltam egy másik videót, de ez egy nagyon-nagyon precíz pszichológiát követ. Eleve a csillagmagok azok árva gyerekek, ami egy spirituális, egy magasabb szinten egy vicc, mert nem vagyunk azok, hanem azért jöttünk ide, meg azért váltuk be a földet, mert azért érezzük magunkat árva gyereknek, mert úgy érezzük, hogy elhagytuk az otthonunkat, mert hogy cserben hagytuk igazán a mi őségünket. És akkor az elme is így, mi azt mondjuk magunknak, hogy nem vagyok elég jó, ezt mi kifogásnak használjuk, és akkor ebből jönnek a mozgás, meg a cselekedeti stratégiák. Ez előtt, ami ezt igazán megelőzi, az, hogy mi úgy éreztük, hogy mi elveszítettük a teremtővel és a mennyel a kapcsolatunkat. Itt vannak a veszteségi traumák. És ez egy oltári szeparáció, ezt mi nem tudjuk, mi nézzük a világot a mi kis pici szűrőnkön keresztül, és ezt a nagy traumatikus batyúról nem tudunk, és csak rohanunk. Addig, amíg egyszer csak az univerzum, tudod, be nem tesz egy balesetet, vagy valami ilyen téglafalat, és a baleseteknek mindig ott van ez a minta megszakításia. De akkor vedd már észre, hogy itt traumától futsz, a következő veszteségtől, a szívtöréstől, ettől futsz. Jó? És akkor tehát ez az árva gyerek. És tudod, a gyógyítás az egész sort, ezt a 20-30 dolgot meg kell gyógyítani ahhoz, hogy kikerekedjünk ebből a mentális ilyen darálóból. A következő, ez a vicceskedő, ez a bohóc. Ez rettenetes jó csináltam. Én voltam az osztály bohóca. Eszmerle humorom volt, tehát jó volt. De visszagondolok, mondom, hogy lehet, hogy nem pofoztak fel többet? Tudod? Te olyan szemtelen, olyan... Amúgy az árva gyereknek is van egy aspektus, amikor szemtelen. Valaki nagyon szemtelen, az ott az árva gyerek, az mindig ott van. De ez a bohóc. Ezen is át kell menni, mert igazán, ha belegondolsz, egy bizonyos szintig hárítás, de egy bizonyos szinten az isteni humornak egy ilyen teljes megélése. És akkor tudod, ez is integrálódik, akkor meg kicsit tisztelettudóban vicceskedünk, és akkor az is meggyógyul, és akkor van az utolsó, ami nagyon érdekes, az a mártír. A mártír görögül azt jelenti, hogy szemtanú. Vértanú. A mártírnak eléggé furcsa, hogy mondjam, definíciójai vannak, mert mindig azt mondjuk, hogy jaj, ne játsz már a mártír, tudod, állj már lábra, hát te ismered, ez az a hétköznapi definíció. Viszont ennek az archetípusnak van egy olyan viselkedő, vagy egy olyan energetik aspektusa, hogy ő nagyon megfigyel. Narra jó rálát a dolgokra, és sokszor azért marad a háttérben, mert tanul, nézi a másokat, más kárán tanul az okos. Ugye ez valahol annak az energiája. És én ilyen vagyok. És én ezt játszottam a mártírt. Nem szenvedtem, csak mindig szépen csömbültem, és néztem, hogy bukdácsol, és akkor egyszer felálltam, és mindent jól csinálta. Ez persze ott van az ősi seb, a tökéletes, mivel anyák napi ünnepélyen kiröhögtek, mikor megbotlott a nyelvem, akkor jött a megszégyenítés, stb. De a mártír, ez egy nagyon érdekes, amilyen önfeláldozó szerepből működik, ez az alapenergia,
viszont nagyon komoly teremtésre és bátorságra tesz szert. Most kezdve, hogy ezt a tudást, ezt az emberiségnek a segítő tudást, amire én szert tettem, ezt nem lehetne átadni bátorság nélkül. Ez annyira kihívó a régi konfliktusos, felszínes rendszernek, hogy ez tényleg nekem, hogy mondtam, több tízezer lépésen át kellett menne. De ehhez például hozzásegített a mártír. Azaz a látó, azaz a tanú, a szemtanú, és akkor van ebben van egy olyan aspektus, hogy a vértanú. És akkor már a sötétségről beszélünk lent az árnyunkról. És tehát ez az öt domináns családi archetípus van, és hogy ezeken szépen, precízen átdolgozzuk magunkat, akkor a család, de olyan lesz a viszonyunk, hogy gyerekek, ez eszméletlen játszma volt, most én leülök és iszom egyet, tudod? És hogy tudod, kifújjuk magunkat, már nem lesz ez a feszültség bennünk. Lehet, vagy nem egészen tisztán értettem, hogy van ez az öt archetípus, és mind az öt ott van bennünk, és mind az ötöt integrálnunk kell, vagy át kell dolgoznunk ahhoz, hogy a családdal békében legyünk, vagy ezek az archetípusok vannak, és ezek a család különböző szereplőiben megjelennek. Vagy... Mind a kettő. Tehát az a lényeg, hogy most képzeld, te vagy a főszereplő. És a főszereplőknek az a kihívás, hogy mi nem tudjuk, hogy bennünk mi ezek. Ezért hívják tudattalannak. És akkor a családtagok, ők bevállalták ezt az önfeláldozó szerepet, hogy én leszek a mártír, és akkor azon keresztül, ami triggereinken keresztül ébresztenek rá arra, hogy bennünk ez a szerep még ellenségeskedést vált ki, azaz mi nem fejeztük bennek a gyógyítását és a megélését. Tehát ahogy visszakanyarodok egy kicsit a korábbi a kijelentésemhez, hogy ha ezeket tudjuk, és minél magasabb szintről látjuk a logikát, ez nem azt jelenti, hogy nem kell meggyógyítani az alsóbb rétegeket. Hát itt kellenek a technikák. Maga az ismerettség az még nem a megoldás, de egy más rálátással be tudunk. Egy új irányt tudunk felfedezni, ahol már nem fájdalmas az út, hanem jó lesz. Tehát egy kihívó lesz, de fun. Most nem tudom magyarul, ne haragudj. Tehát jó lesz. Vicces, néha tudod, lejön a bőr a térdünkről, de már nem fog fájni. Amikor jó sok testvért választunk be magunknak, akkor szól arról, hogy sok szereplőt választottunk, aki majd segít rávilágítani ezekre a tudattalan traumákra, és segít megtriggerelni ezeket a dolgokat. Tehát igazából beválasztottuk magunknak azt a lehetőséget, hogy a lehető legtöbb, nem tudom, nézőpontból vagy fórumon keresztül tudjunk gyógyulni, mert annyira sok lesz a relációnk, a kapcsolatunk a többiekkel, hogy mindenki akar majd nekem mutatni valamit, és mindenki akar majd ellökni valamilyen fejlődés irányába. Igen, a sok gyerekes családok, azok általában a nagyon szegények, vagy a nagyon gazdagok már vannak, tehát megint itt van egy dualitás. A nagyon szegények azért nem jó szó, hogy csináltak, de azért volt sok gyerekük, mert féltek attól, hogy valamelyik elhúl, vagy meghal, hogy akkor legyen még ott másik. És megint ez egy túlélési folyamat volt, hogy legyen a farmon munkaerő, legyen, aki a talicskát tudja tolni, legyen, aki tud főzni, és így tovább, és így tovább. És nagyon gazdagok megpróbálták ugye a magasabb rezgésű, tehát a jó indulatú gazdagokról beszélek, a magas rezgéseket fenntartani és vinni tovább. Általában a középosztálynak nem volt olyan sok gyereke. És minden nagycsaládos, főleg a szegény nagycsalád, vagy a sok testvéres családnál az egyik üzenet, ami nem evidens, hogy hogyan tudunk megtanulni megosztani dolgokat. Ahogy most emelkedünk, az új világ vár ránk, és az egyik kihívás, ezt én is úgy tanultam mentoraimtól 3 évvel ezelőtt, hogy az, hogy meglátjuk, mondják ők, nem olyan, tudod, lágyan beszélő emberek, hogy jaj, minden jó, nem, most megfogja az emberiség nézni, meglátni,
hogy mennyire tud osztozkodni. És akkor tudod, az ember most erről fog szólni, hogy amink van, azt meg tudjuk-e osztani a másikkal. Ez nem csak anyagi vonzatokról, ahogy én is osztom ezt azt a tudást, ami nekem nagyon, nagyon sok időbe és pénzbe kell, vagy te. Tudod, hogy hogyan tudunk úgy szívből adni, szívből osztozkodni, hogy ne érezzük magunkat ezáltal leredukálva, és mégis segíteni az emberiségnek és az emelkedésnek. Tehát ez egy olyan háttérprogram, hogy persze ezt mi a mérges szűrőkön keresztül látjuk, hogy jaj, hát mert több figyelmet kapott, akkor jön a pszichológiát, a középső gyerek az mindig ez, meg mindig, és akkor belemagyarázom dolgokat, de igazán egy magasabb spirituális szinten ez arról szól, mert tudták, hogy eljön ez az idő, hogy nézd meg, itt van egy kevés, feltalálod-e magad, megtaláld a szíved ebben a szituációban, és hogyan tudsz megnyilvánulni egy anyagilag látszól a kevesebből, de. És akkor jön a pont. Ami nekünk a kihívás, vagy a lélekszerződési feladat. Tehát ez a következő osztály. Igen. Gabi, kicsengettek nekünk mára, úgyhogy legközelebb akkor folytassuk innen a dolgokat, illetve beszélgessünk majd arról legközelebb, igen, hogy a gyerekpofozás az belefér-e az életünkbe, vagy sem, és hogy mit okoz el gyereknél, és hogy okoz-e nála bármit is, mert hogy itt nagyon megosztanak a vélemények és a nézetek, illetve beszélgethetünk majd arról is, hogy biztos, hogy megoldása az, hogy szögesen ellentétesen cselekszünk, mint ahogy a szüleink cselekedtek velünk, hogy neveltek bennünk. Okay. És akkor köszönöm szépen neked, Mára, nagyon érdekes volt ez a beszélgetés is, és további szép napot kívánok, és köszönöm a nézőinknek is a figyelmüket. Szia, Robi, és sziasztok! Én is köszönöm, szép estét! Szép estét.